Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy égi kapu nyílik a plejádok felé július 21-én. Nem csak ezen a napon, hanem 10 napon keresztül, és az július 22-én befejeződik. Mit jelent ez számunkra? A Földünk összeköttetésben áll a plejádokkal. A központi nap a plejádoknál Alkyone. Lefordítva azt jelenti egy királynő, aki győz a gonoszságok felett. Mi ezt összehasonlíthatjuk a meséből ismert Holle anyóval. Egy ilyen napon találkozunk Holle anyó energiájával, és mi döntünk, milyen a hozzáállásunk, hogy gondolkodunk, milyenek az érzéseink, melyik oldalon vagyunk, a vesztesek oldalán, vagy a győztesek oldalán, ugyanúgy, mint a mesében, a Holle anyó meséjében. Ez az égi kapu, tehát ha ez az égi kapu kinyílik, mint ezeken a napokon, ez érezhető. Érzékenyebbek vagyunk, mint máskor. De ennek az energiának van egy gyógyító hatása. Ezt tudták a maják is, és ők kiszámították. Benne van az ő naptárjukban. A mai nap, tehát július 21-e a hatodik hullámban vagy rezgésben található. A hatodik rezgés július 18-án indult, és eltart július 30-áig. Ez alatt a rezgés alatt Kimi uralkodik, és az azt közli velünk, hogy valamit be kell, hogy fejezzünk, ez egy átmeneti időszak, de fog jönni valami új. A mai nap, tehát július 21-e Muluk hatása alatt áll. Muluk lefordítva vizet jelent, és a víz eleme szimbolizálja az érzelmeinket. Az most fontos, hogy áttegyük magunkat a félelmek felett, és hogy bízzunk magunkban. Legyen ez a belső erőnk. Ez a Muluk energia mutatja az életútunkat, hogy ebben is bíznunk kell, hogy minden jóra fordul. Ezen kívül Muluk tanít bennünket. Felhívja a figyelmünket arra, mennyire fontos, hogy adni és venni, ez egyensúlyban kell, hogy legyen. Mert előfordulhat, hogy mi mindig adunk valamit másoknak. Ez nem csak pénzt jelent, hanem időt vagy energiát. És amennyiben nem kapunk semmit, még egy köszönetet sem érte, akkor úgy érezzük magunkat, hogy mások kihasználnak bennünket. És ebben az esetben nemet kell, hogy mondjunk. Erre tanít a mai Muluk energia. Amit még hozzátennék, ez a mi lélegzetünkkel is összekötetésben áll. Belélegezni, kilélegezni. Ez volt az első kozmikus törvény, amikor mi megszülettünk, a mi lélegzésünk. Így kell, hogy legyen ez a kiegyensúlyozottság. És erre most oda kell, hogy figyeljünk. És ez volt a felvételem
Egy égi kapu nyílik a plejádok felé július 21-én a maja naptár szerint. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!